kereslet az hogyan tudott alakulni, és én azon a magyar részben ez okozta a nagy meglepetést. Másrésztről, ami szintén elkényelmesített minket, talán, hogy az első negyed évben jó volt a magyar növekedési adat, és azt gondoltuk, hogy talán kicsit kevésbé érinti Magyarországot. Nem tudom, egyetértenek-e azzal, hogy a vártnál nagyobb visszaesést egy erőteljesebb növekedés követheti majd a harmadik negyed évben. Úgy látják, képes lesz-e a gazdaság legalább ekkora növekedést produkálni ahhoz, hogy kiugorjon a gödörből, vagy pedig megint jobb, hogyha egy kicsit óvatosabban kalkulálunk, vagy reménykedünk ebben a számban. Professzor asszony. Az óvatosság azt gondolom, hogy soha nem árt, és vannak olyan tényezők, amelyeket mi nem tudunk befolyásolni, mert környezeti tényezők, hogy alakul a vevők igénye a piacokon, akarnak-e vásárolni, akarnak-e kirándulni, akarnak-e utazni, és így tovább, azért ezt nagyon nehéz befolyásolni. Viszont amit tudunk befolyásolni, az az, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy az eredményeink jobbak legyenek. Na most én egy-két dolgot megemlítek, ami szerintem esetleg optimizmusra adhat nekünk reményt. Ilyen a különböző munkahely megtartó akciók, amelyek folyamatban vannak, és amelyeknek a meghosszabbítása éppen most augusztusban szóban van. Legyen az a rövidített munkaidőnél a bértámogatás, vagy esetleg a katásoknál a további befizetési kötelezettség elhasztás néhány hónapra még, tehát olyan állami rásegítés, amely az életképes cégeket azért talpon hagyja, mert hogy az a cég, amelyik képtelen ebben a világban tovább élni, amely világ nagyon-nagyon változik, ezért a cégnek is változnia kell, nem elég, hogyha csak az állam felé tekint és onnan várja a segítséget, tehát az a cég, amelyik készül is erre a változásra, az megérdemli, hogy kapja neki is támogatást, megkapja, akkor szerintem a teljesítménye lassan majd elkezd javulni. És még egy fontos dolog, hogy azért van egy adatunk, ami nem túl rossz, ez pedig a beruházási adatok is egy kicsikét romlottak, de tulajdonképpen ezek az adatok EU-s összehasonlításban vagy V4-es összehasonlításban nagyon jók. Tehát tovább folytatottak a beruházások, és most az lesz majd a nagy kérdés, hogy ezek a beruházások termőre fordulnak-e? Kijön ezekből új termék, új szolgáltatás, netán új piaci lehetőség, új munkahely, tehát úgy is mondhatnám a dolgot, hogy jól költöttük el ezeket a pénzeket, amiket elköltöttünk, remélhetőleg igen, és ennek a hatása már a következő negyed évben megjelenhet. Ez azért is fontos kérdés, mert valóban elég nagy erőfeszítést tett az állam, ahogyan ön fogalmazott, az állami rásegítéssel. Németh Dávid mit gondol, hogy ez a hasznosulás a harmadik negyed évben mennyire jelenhet majd meg? Én azt gondolom, hogy a harmadik negyed évben még ennek a hatását kevésbé látjuk, de van egy természetes jelentős visszapattanás a növekedésnek, hiszen újra elkezdtek termelni a gyárak, kinyithattak a vendéglátó helyiségek, a szolgáltatások újraindulhattak, tehát emiatt